Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy ma este is a naphírét választották, és ezzel a választással együtt választják most Horn Gábort is, aki az egyik vendégünk, illetve itt van velünk Vajda Zoltán és Herber Ádám is. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött, és mielőtt belevágunk abba, hogy mit tudunk, és mi az, amit nem tudunk, az utóbbi a több egyelőre, hogy mi zajlik éppen a Fidesz szezonnyitó kihelyezett frakcióülésén. Nagyon fontos tisztázni azt, ami nagyjából az adás előtt egy olyan 5 perccel jelent meg a magyar sajtóban, hogy Esztergomban robbanás történt, viszont ennek semmi köze nincsen ehhez a kihelyezett frakcióüléshez. Délelőtt óta már robbantással fenyegetőzött a sajtóhírek szerint egy zavart férfi a városban egy családi háznál, és most a hírek arról szólnak, hogy végül is fel is robbantott egy ismeretlen tárgyat, és a helyszínen 6-7 ember, köztük járőrök megsérülhettek, illetve szólnak arról is hírek, hogy intézkedés közben egy rendőr el is hunyt Esztergomban. A hvg.hu információja pedig az ezzel a tragédiával kapcsolatban, hogy Pintő Sándor belügyminiszter pedig a helyszínre tart, mert hogy ugye ő ott van ezen a kihelyezett frakcióülésen, amely egyébként a város egy külső részében van, egy szállodában, mint egy 15 perces autóútra a tragédia helyszínéről. Amint frissebbet tudunk, arról mindenképpen beszámolunk. Amit most a bejátszásban látni fognak, az pedig a kihelyezett frakcióüléssel kapcsolatos, és mindaz, amiről sejthető, hogy tematizálja majd ezt a frakcióülést, és így várhatóan az őszi politikai szezont is. Kétnapos kihelyezett frakcióülést tartanak Esztergomban a kormánypártok. A tanácskozáson a parlament jövő héten kezdődő őszi ülésszakára készülnek fel a Fidesz és a KDNP képviselői. A többi között várhatóan egyeztettek majd a háború hatásairól, valamint a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választásokról is. De Kocsis Máté elmondása szerint téma lesz még a családtámogatási rendszer, a határvédelem és a genderkérdés is. A legutóbbi frakcióülésen a kormányfő megnevezte ellenfeleit, akik nem mások, mint a háborúpárti brüsszeli bürokraták, a Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal. Idén a Grand Hotel Esztergom ad otthont az ülésnek, ahol legutóbb 2 éve 31 millió forintot fizettek ki a Telex információi szerint. És ugye a felépítését is, felújítását is közpénzből támogatták. Beszéljünk ezekről a témákról elsőként, illetve nyilván majd arról is, hogy az ellenzék erre hogyan reagálhat, de hát lehet azt mondani, hogy végül is bevált taktikán minek változtatni, mert azért ezek között olyan túl sok újdonság nincsen. Tehát, hogy a család, mint pozitív téma, a határvédelem, mint pozitív téma, és akkor egyébként a gender, meg a háború, ami ezeket pedig ellenpontozza. Ezek eddig is beváltak, érthető, hogy a Fidesz ezzel folytatja, de ugyanolyan hatékonyak lesznek-e egy ilyen inflációs környezetben, mint korábban? Hát ugye azért a nyáron többről is volt szó, mert az egyetlen magyar politikus, aki tényleg csak néhány napra ment szabadságra, ellentétben az ellenzéki politikusokkal, legalábbis a vezető politikusokkal, az Orbán Viktor volt, és elég sok mindent elmondott a különböző helyszíneken a nyár folyamán. Tehát éppen nem számítok arra, hogy ilyen a frakcióüléssel ehhez képest új lenne. Azt gondolom, hogy Orbánék próbálják meg a nagyon nehezen megoldható, de azért láthatóan a saját közönség számára nem megoldhatatlan feladatot megoldani, hogy tűnik benne élünk egy több mint egy éves recesszióban, benne élünk egy Európa-bajnok inflációban, benne élünk egy jelentős reáljövedelem csökkenésben, és közben pedig arról szól a történet, hogy ki mit gondol Hortiról, és egyéb ilyen ideológiai természetű értékorientált témák, amikben tehát például a gender kérdés, amit nem, az egy tudományos kérdés, semmi köze a politikához, meggyőződésem szerint, és hogy ki a fő ellenség, ugye ez a másik téma. Nyilván egy kicsit azon is múlik, hogy mennyire hagyja az ellenzék azt, hogy a tematizálás kizárólag a Fidesz, illetve Orbán Viktor feladata legyen, mennyire tudja ezt a nehéz helyzetet bemutatni, mennyire képes arra, hogy ne hagyja, hogy kizárólag arról szóljon a történet, amiről Orbánék akarják, hogy szóljon. Na mindenki valljon szinte ellenzéki oldalról, ki mennyit nyaralt. Én voltam nyaralni, én ezt bevallom, voltam nyaralni, de nem is mondtam, hogy nem megyek. Azt Orbánnál sem az a baj, hogy nyaral-e vagy sem, hanem azt mondja, hogy nem nyaral, és közben pedig nyaral, de azt hiszem, hogy ennyi vallomás itt. És csak nem is ez volt a baj szerintem feltétlenül, hogy hol és milyen hol nyaralt és milyen körülmények között. Én fizettem a nyaralásomért, tehát így ki is fizettem. Azt mondja, lehet, hogy ezt ciki, de kifizettem. Szerintem beszéljünk arról, hogy mi azért van. Ott még nem tartunk, hogy ciki lenne.
De azért mondom, de mint hogyha, igen, idézőjelbe akartam mondani, de hát, hogyha már hotelről van szó, én is hotelben voltam a családommal, ne felejtsük, ez a hotel éppen most látjuk, ahol van, szerintem a helyszínről is érdemes egy percet azért beszélni, itt adás előtt egy fél mondatot beszéltünk erről, ezért minden mindennel összefügg, tehát milyen szépen zárt a rendszer, hogy annak a Hernádi Zsolt által tulajdonott hotelbe tart Fidesz kihelyezett frakciülést, amely Hernádi, aki ugye a MOL-nak a vezetője, és uniós forrásokból építette, vagy részben uniós forrásokból építette ezt a hotelt. Ez így szerintem ez a kibővített mondat, és szépen elmagyarázza, hogy hova jutott hazánk. Zárójeles mondat, annak a MOL-nak a vezetőről van szó, aki a kapcsolatosan éppen múlt pénteken mondta Orbán Viktor, amikor éppen támadta az ukránokat arról, az a kapcsolatosan, hogy az olajnak a tranzitárát megemelték, és azt mondta, hogy egyébként a MOL-nak a profitja, ez egy magáncégnek a profitja, és itt nincsen semmi látnivaló. Hát ennek a magáncégnek a profitját irányító, vagy ennek a, ez a magáncéget irányító embernek a közpénzekből kitömött és uniós forrásból épített hotelébe tartja Fidesz az ülését. De hogy egy mondatot még a tartalomról is mondjak, hogy hallom, hogy mikről beszélnek, vagy várhatom, mikről beszéltek, pedig szerintem az 1000 forintos tejfölről kéne beszélniük, és azért gondolom, hogy kevésbé lesznek hatékonyak, hogy a szokásos maszlagról próbáljanak beszélni ősszel, mert az emberek azért érzik azt, hogy 1000 forint a tejföl, és ezt a szó konkrétumában is mondom, és persze átvitt értelemben is, hogy igenis borzasztó nehéz helyzetben van a magyar társadalom. Én tudom, hogy most van a közgazdászok között egy vita, hogy csak recesszió van-e, vagy válság van. Nekem nincs kétség a fejemben, hogy válság van, mert a válság már az, amikor a társadalom egészét bizony az érinti, és szerintem érinti. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos elem szokás szerint, hogy amikor nagyon pontosan fogalmazott, hogy a következő politikai idényt kijelöli nagyjából, ami most itt elhangzik. Nem tudjuk, hogy pontosan mi hangzik el, de nagyjából az alapvető vonalakat megadja. És hogy mennyire fontos elem vélhetően megint csak az ellenségképzés, az ellenségeknek a megnevezése, nevesítése, és igazából én egy kicsit attól tartok, hogy ezek a politikai pillanatok, amik a Fidesz életében történnek ilyenkor, ezek a saját táboruknak amúgy egy olyan pillanat, amire várnak egy picit. Hogy amikor ők is azt érzik, hogy kezd elfogyni a muníció a közbeszédbe a szomszéddal, mert mindenki érzi, hogy mennyire drága a tejföl, és erre már nincs ellenérv, akkor várják, hogy az ő vezetőjük kiálljon, és azt mondja, hogy most kit kell utálni, kiktől kell félni, és kikre kell haragudni, és kiket kell hibáztatni azért, hogy ilyen drága a tejföl. Tehát a saját táborukat nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta válság, ez a fajta orbáni infláció nagyon-nagyon durván tudná morzsolni. Abban viszont biztos vagyok, hogy ez egy elkeserítő kép, hogy az ellenség képzése egy kétharmados tejhatalommal rendelkező kormánynak mennyire fontos eleme a politikai idény alapvetéseinek a meghatározásában. Lehet, hogy most ugye nem volt a felsorolt témák között, de azért Orbán Viktor hétről hétre például a pénteki rendi új interjúban kitér arra, hogy most itt egy nehéz gazdasági helyzet van. Ugye beszél arról, hogy mik a lépcsőfokok, az infláció letörése, utána már jön majd jövő év elején a reálbéremelkedés, ami érezhető lesz. Szóval azért odáig eljutottunk simán, hogy erről már beszél a miniszterelnök. Csak önkritikus. És egyébként talál indokot is, ugye Brüsszel, háború, szankciók, stb. Bocsánat, hogy indokot mindig talál, csak magában kéne keresni az indokokat, tehát aztán ma fogunk beszélni kis az inflációról is konkrétan, de így átlagosabb a gazdasági bajokkal kapcsolatosan, az biztos, hogy ő mindig valamilyen külső indokot talál, csak az inflációra és már hány típusú jelző szerkezet volt a szankciótól a brüsszelin át, most hagyd ne mondjam, ők okozzák az inflációt, majd ha ott tartunk, erről érvelnék is tovább, de mindesetre önkritikus mondatokat azért nem hallunk a kormányfőtől sem. Mi lehet erre az ellenzéki jó reakció? Mert ugye pont egyébként ma reggel Steinmeier korábbi belvárosi polgármesterrel beszélgettem itt a Startban, mert ő éppen azt rótta fel az ellenzéknek, hogy igenis az ideológikusnak mondott ügyekben, mint például Horthy ügy, bele kell állni, mert hogy ez egy becsületbeli ügy, és hogy hány százezer honfitársunk halt meg egy bűnös politikai döntés értelmében, és hogy ezeket sem lehet szó nélkül hagyni. A másik kritika az meg valóban az, amiről ugye Horn Gábor beszél, hogy ezekre a pénztárcára vérre menő gazdasági lépésekről kell sokkal többet beszélni. Én sem mondtam, hogy nem kell beleállni, csak azt mondtam, hogy nem véletlenül kerülnek ezek a témák asztalra. Tehát nem úgy van, hogy föl kell reggel Lázár János, és azt mondja, hogy el kéne mindenképpen mennem valami jó kis vasúti helyszínre, ahol a vasút ugye különösen szép Horthy esetében, igen, és a magyar zsidóság esetében, vagy mondjuk a magyar hadsereg esetében is. És ugye ne felejtsük el, nem szoktunk erről beszélni, de azért millió számra vándoroltak ki a Horthy rendszerben Magyarországról, millió számra emberek, ugye
József Attila szerint, aki nem élte meg a végét, ugye 1,5 millió emberünk, ennél több, majdnem 3 millió. Tehát ezt egy olyan nagyon sikeres rendszernek, most hagyjuk egy pillanatra a legborzalmasabb részét, beállítani, hát egyszerűen szemen szedett hazugság. Reagálni kell erre, tehát egy nemes tenyerpárral értek egyet, de azért kerülnek elő, hogy ezzel foglalkozzunk. Azt gondolom, hogy Orbán mennyire reál politikus, az jól bizonyítja egyébként a Köcsei, amit tudunk Köcséről, ugye például, hogy ott őszintén elmondta a sajátjainak, amiből persze azt szivárok ki, amit ők akarnak, hogy baj van. Ugye Orbánék elvesztettek 800 ezer szavazót, az nagyon sok, tehát a 2022 májusában mértük őket 55%-ra a biztos szavazóknál, ez most nálunk, a Republikonnál 42, mi hétfő jelentünk ezzel meg, örömmel hallottam, hogy Orbán előtte olvasta, már nem adtuk oda neki, mert nem vette meg az adatainkat, meg közben másnap meg kijött a saját intézetük, hogy nincs semmi baj, minden rendben, ugye nézőpont kijött vele, tehát inkább a miénkből, aminek örülök, már gondoltam is, hogy elküldöm a számlát. Tehát érzékeli Orbán, hogy baj van, ezért van ez az értékrendben ideológiai építkezés, ami elfedi ezeket a bajokat, ez nem egy sikertelen próbálkozás. Az ellenzéknek ebben az a felelőssége, hogy értékrendbeli kérdéseket már rég kellett volna építeni. Ugye egy ilyen megosztott sokféle ellenzék nagyon nehezen tud egyfajta értékrendet építeni, egyfajta valami igazodási pontot, de a meghatározását annak, hogy miről szóljon a mese, abban igenis van szerepe, jelentősége, tehát meggyőzésem szerint nem szabad hagyni, hogy elkerüljék Orbánék abban az értelemben a felelősségre vonás, hogy ami most van Magyarországon, azért alapvetően és elsősorban mindenféle mással együtt ők a felelősek. Nem felelős a háború, ami egyébként az orosz haverok indítottak agresszorként, felelős egyébként a szankciók is, ami szankciók elkerülhetetlenek, tisztességes országok így tesznek ebben a helyzetben, de összességében alapvetően az, hogy majdnem háromszor akkora a magyar infláció, a magyar gazdaság recessziója tényleg több mint egy éve tart, ezért alapvetően az orbáni gazdaságpolitika a hibás. Lehet, hogy szakmai játszalom és az ember túl sokat hallgat ellenzéki politikusokat, de azért én el tudnám mondani, hogy az ellenzéknek mi a válasz erre a gazdasági helyzetre, és milyen ideológia mentén mondja gyakorlatilag az összes ellenzéki párt az, hogy például az alacsony nyugdíjakat fel kell emelni, a családtámogatási rendszert le kell szakítani csak a családi adókedvezményről, hanem infláció követővé kell tenni, hogy nem tudom, mondjuk ebben van vita, de hogy az alapvető élelmiszereket valahogy elérhetőbbé kell tenni, hogy általában is rászorultsági alapon kell inkább az embereket támogatni. Ebben szerintem nincs nagy különbség az ellenzékben, és mégis kevés ezek szerint. Mégsem megy át, mert ezek szerint ezek a számok ezt bizonyítják. Azt gondolom, hogy az idő kérdése, hogy mi megy át, tehát hogy majd el fog dőlni, hogy mi megy át. Egy nagyon fontos mérőszám lesz például az Európa Parlamenti választás, hogy mi ment át abból a munkából, ami az elmúlt időszakban és a következő előttünk álló időszakban történik. Én azt látom, hogy repedezik továbbra is ez a rendszer, amit sokszor mondunk, és nem mint megváltót, hanem mint egy folyamatot láthatjuk. Nem tudják elkenni azt, hogy ne lenne baj, ami viszont szerintem egy nagyon veszélyes eleme ennek a párhuzamnak, és az előbb én örülök, hogy itt fölmerült azért a Horthy korszak és az ideológiai állásfoglalások ügye. Ugye emlékszünk arra, hogy a holokauszt és a zsidóüldözés az egyébként egy gazdasági világválságra adott válasz volt a saját ideológiai ágyukban, és az volt a mondás, hogy a zsidók jelenléte váltotta ki ezt az óriási problémát. Tehát, hogy amikor ez a kormány azt mondja, hogy Brüsszel elhibázott szankciói, majd a mondat második felében azt mondja, hogy az ellenzék háború párti, vagy hogy fogalmaz. Tehát végre eljutott oda a felvilágosult nyugati világ, hogy egy háborús agresszornak az agressziójára nem azonnal rakétákat indít, és nem azonnal hadba áll az agresszorral, hanem megpróbálja a harcászati eszközök nélkül, amennyire csak lehet békés eszközökkel, igazán békés eszközökkel, csak szankciókkal megpróbálni az agresszort jó útra téríteni, és arra kötelezni, hogy hagyja abba. Azt gondolom, hogy ez valami mérhetetlen hazugság, és nagyon álnok, gonosz hazugság a kormány részéről. Szerintem az előttünk álló időnek az egyik feladata a választásokig, az önkormányzati választásokig és az Európa Parlamenti választásokig, hogy minél több embert ráébresszünk az orbáni hazugságokra, minél több embernek el tudjuk magyarázni, hogy mi az a fiktív valóság, ami valójában nem is létezik, amit ők próbálnak hazudni.
Igen, szívesen tudok én is beszélni Hortinak a helyzetéről, szívesen beleszállok ebbe a beszélgetésbe, akár a saját családom példáján is tudom mondani, hogy én hogy tanultam a nagyszüleimtől a Horti szerepét, de szerintem nem kell erről beszélni. Tehát őszintén mondom, hallom ezt a vitát, hogy arról kell beszélni, szerintem azért kerül ez szóba, mert nem akarják azt, hogy az 1000 forintos tejfölről beszéljünk, és elnézést, én az 1000 forintos tejfölről szeretnék mindig beszélni. Én a Költségvetési Bizottságnak vagyok az elnöke, ugye friss országgyűlési képviselő vagyok, egy éve vagyok még csak a bizottságnak az elnöke. Őszintén mondom, amikor ebbe a pozícióba kerültem, nem tudtam, hogy ilyen szerepem lesz, de szerintem igenis a gazdasági problémákról kell beszélni, és arról kell beszélni, hogy az emberek saját maguk éreznek, és ebből a szempontból ellenzékiként könnyebb most a helyzetünk, mert arról kell beszélni tényleg, amit valóban mindenki a mindennapokban érez. Én saját magam látom a választókerületemben, a 16. kerületi választókerületemben, a nem mondom melyik multiboltban, amikor elmegyek, hogy valóban látom, az pedig ez Budapestnek egy jobb módú kerülete, hogy valaki eddig 3 doboz tejfölt tudott venni, és csak 2 tud venni, és szóba legyenik velem, és akkor el kell magyaráznom, hogy bizony ez nem a háború miatt van, legyünk igazságosak, részben a háború miatt is van, és sok minden más miatt, de igenis egy hibás gazdaságpolitika miatt van, és arról is kell tudnom beszélni, hogy lenne mozgástere akár a kormányzatnak, hogy ez csökkentse mondjuk a terhét az élelmiszerre rakodott áfára, csak hát amikor ezt egy Lidl-ben mondom el egy hűtőpult mellett, akkor ez nem biztos, hogy teljesen erős. Én tudom, hogy unalmas, hogy ellenzékként arról beszélünk, hogy nincs elég médiánk, örülök, hogy itt beszélhetünk, és nagyon jó lehetőség, de bizony a kormánynak sokkal nagyobb tere van a propagandát osztani. És akkor ez a lehetőség most még csak tágulni fog, mert most tényleg az inflációval fogjuk folytatni, mert hogy megjelent az Eurostat friss felmérése, amivel kapcsolatban hát mi magyarok megint nem örülhetünk, mert hogy 10. hónapja uniós rekorder a magyar infláció, és hát itt elmondtuk, szerintem még sokszor el fogjuk mondani, hogy nyilván az, hogy az infláció csökken, az nem azt fogja jelenteni, hogy az árak is automatikusan csökkennek a boltokban, ez még valószínűleg messzebb van, de lehet, hogy a reálbérek hamarabb utolérik majd az árakat, mint ahogy azok elkezdenek csökkenni. Mindenesetre mutatjuk azt a grafikont, amelyben hát egy negatív rekorder Magyarország. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint a magyar élelmiszerek árának egyhavi emelkedése 17,1%-kal változatlanul az EU legnagyobbja. A magyar infláció majdnem 2,5-szer akkora, mint az uniós átlag. Még ugyanis augusztusban az unió árai átlagosan 5,9%-kal voltak nagyobbak, mint egy éve ilyenkor, addig Magyarországon 14,2%-os volt a drágulás. Ezzel szemben Csehországon kívül már mindenhol egy számjegyű ez az adat. A portfólió elemzője hangsúlyozta, nagyon sok tényező mozgatja meg a magyarországi árindexet. Hornyák József szerint ugyanakkor nem érdemes jelentős árcsökkenésre számítani. Ez a 10% alatti infláció, hogyha ezt elérjük, akkor azért ez mégiscsak azt jelenti majd, hogy az előző évhez képest továbbra is egy drágulás látható, de most már sokkal szelidebb mértékben, mint az elmúlt hónapokra, ami jellemző volt. A szakértő novemberre várja az infláció 10% alá történő csökkenését, decemberre pedig szerinte ez az adat a 7-8%-ot is elérheti. Szóval erről szerintem tényleg sokat beszél az ellenzék. Miért nem tudja azt a logikai sort felállítani, hogy erről inkább tehet, vagy nagyobb arányban tehet a magyar kormányzati gazdaságpolitika, mint Brüsszel, mint a háború, mint a szankciók? Szívesen kezdem én, hogyha van lehetőség, akkor megpróbálom ezt a logikai sort itt felállítani itt az önök jó voltából. Tényleg én főiskolai tanár vagyok, és makroökonomiát tanítok főiskolán, most nem akarok szerve este. Helyzeti előny. Talán igen, tehát hogy tudom, miről beszélek talán, de tényleg nem szeretném se önöket, se a nézőket terhelni szerve akkor este egy makroökonomiai áttekintése, de azért egy kifejezés szerintem érdemes megtanulnunk mindnyájunknak, ez a stagfláció kifejezés, amit a egyik első alkalommal, az egyik első órák között tanítjuk azt, hogy a stagfláció, ami azt jelenti, hogy stagnál a gazdaság, sőt, hogy Magyarország esetében recesszióban van, negyedik negyedéve recesszióban, tehát csökken a gazdaságnak a méret, a stagflációnak az első része, a másik része az pedig a tartósan magas infláció, és azt tanítjuk ennek kapcsán, hogy bizony, hogyha egy ország egy stagflációs helyzetbe kerül, az egyik legnehezebb olyan gazdasági környezetből nagyon nehéz kitörni. És most abba hagyom az órát, de arról tudunk beszélni, hogy a fiskális meg a monetáris politika ilyenkor nem tudja, hogy melyikre lőjön, mert a kettő ellentétes hatást ér el, és igen, befejeztem ezt a részét, de ezt a kettőt együtt, tehát hogy stagnál
stagnálás van, sőt recesszió van, és tartósan magas infláció, és szerintem tartósan magas infláció van, az bizony egy válságnak a jel. És azért állítom, hogy tartósan magas infláció van, mert ugye tavaly évvégén, amikor Orbán Viktor, emlékszem, hogy azt mondta, hogy azt mondta, hogy a pénzügyminiszternek feladatul adta ki, vagy utasítja a pénzügyminisztert, a jegybankelnököt pedig csak tisztelettel megkéri. Zárójeles mondat, jegybankelnököt sem kér meg egy normális ország miniszterelnök semmire, mert nyilvános kommunikáció így nem lehet, ez önmagában rombolja a piaci bizalmat. Szóval mindesetre, amikor ő arról beszélt, hogy ő azt kéri a jegybankelnöktől, hogy idén év végre legyen egy személy az infláció, én már akkor is azt mondtam, hogy ez egy evidencia, hogy ez teljesülni fog. És valóban ez teljesül, csak ugye nem az egy személyi infláció a cél, jó, hanem megint a 2-3-4 százalékos infláció. Egy olyan országban élünk, ahol bárhányszor meg lehet tartani ezt az órát röviden meg hosszan is. Igen. Az hit kérdése, hogy ezt az összefüggést elhiszik-e a magyarok, vagy nem? Most a helyzet nem? Annyival rosszabb, hogy én közgazdász tanár vagyok, középiskolai, tehát igen. Én is tarthatnék, hogy gyorsan valamilyen, de nem fogok. Tehát egyrészt azt látni kell, hogy az embereknek elfogy a pénzük, akkor csökken a vásárlóerő. Ennek következtében nem Orbánék állítják meg éppen az inflációt, hanem az a helyzet állítja meg az inflációt, hogy az a töménytelen kiáramló, felelőtlenül kiáramló pénz, amit a 2022-ben a szavazatvásárlás érdekében benyomtak a fogyasztói piacra, az elfogyott. Ennek következtében a kereslet, a fizetőképes kereslet fogyott el, ami önmagában adott esetben árcsökkenést jelent, mert nem tudja eladni a termékét a termelő sem a kereskedő. Tehát itt nem arról, ha lenne egy csodafegyver, ahogy az állítás szól, akkor miért nem állították meg 2021-ben? De Orbán megrendelte, mert ő is pontosan tudja, hogy a gazdasági folyamatok azok ilyenek. Tehát ha csak nem omlik össze egy gazdaság, mert én ebben vitatkoznék veled, ezt a vitát most nem félek folytatni, hogy ez egy mély gazdasági válság és strukturális gazdasági válság. Látunk. Én azt látom, hogy egy súlyos helyzetben vagyunk, részben hazai, részben más okok miatt, ami ha tényleg annyira súlyos, akkor egy egyre növekvő infláció lenne, mint a törököknél ezt láttuk, akár 80% fölött is. Ennek elemeit én most még nem látom, de lehet akár ez is ennek a vége. Reagálhatok egy mondatot csak? Egy mondatot, hogy egyetétek, ugye nem látjuk még, az egy 4/4 év, az egy mutató, de azt szeretném mondani, hogy az infláció csökkenésének az az ára, hogy az emberek 10%-kal kevesebbet tudnak fogyasztani, ez egy borzasztó komoly társadalmi költség. Ez így van. Eddig jutottunk az első részben, majd tud Csermer Ádám is reagálni, csak most muszáj egy pici reklámot adnunk, utána fogunk foglalkozni azzal, hogy akkor most honnan, milyen pénzből szerzett támogatást a 99 mozgalom, és ehhez a milyen kétségei fűződnek az OTP-nek, és ahogy mondtam, az esztergomi robbanásról is megpróbálunk minél több friss információt összegyűjteni, és akkor ez jön majd az adás második részében egy reklám után. Folytatjuk is a naphírét Vajda Zoltánnal, Horn Gáborral és Csermer Ádámmal, és az inflációnál hagytuk abba, és ígértem, hogy Csermer Ádám következik az első rész elején, mert hogy nem tudott még reagálni ezekre a uniós rekord magyar adatokra. Igazából csak két dolgot szerettem volna ebben említeni. Az egyik egy nagyon egyszerű dolog, hogy mindenki emlékezzen arra, hogy tavaly egyébként szeptemberben milyen infláció volt. Ahhoz képest van most egy viszonylag csökkenő tendenciát mutató infláció, ami már elhangzott, hogy egyébként még mindig árnövekedést jelent, és nincsen semmi olyan tartalék a gazdaságban, ami egyébként ezt tudná másik oldalról visszabillenteni, de hogy egyébként ez csak azért tud csökkenni, mert a tavalyi számokhoz viszonyított szám, ami már egy borzalmasan magas inflációhoz van viszonyítva. Tehát ez egy nagyon fontos szempontja ennek. És a másik pedig, ami szerintem itt nem kifelejthető, elhangzott, hogy a választók ezt érzik a saját bőrükön. Azt kell mindenkinek megértenie, hogy ez az infláció, ez egyébként nem létezne Magyarországon. Most nem ilyen lenne. Ennél sokkal alacsonyabb vagy már töredéke lenne csak, hogyha nem az Orbáni politika lenne. Erre egyébként csak, és ezt szerettem volna még itt ide tűzni, hogy még a fideszes szavazók is a saját emberüknek, Matolcsy Györgynek a szavaira emlékezzenek. Matolcsy György elmondta, a magyar kormány politikájából, gazdaságpolitikájából származik ez a fajta gazdasági állapot, ami most kialakult. Igen. Szabad egy mondatot? Tehát ha csak a Matolcsy, hogy akkor a fél mondat csak az, hogy persze a Matolcsynak a kritikáját én osztom, és szakmagyar mondjuk 88%-ban egyetértek azzal, csak Matolcsy kritikája sokkal élesebb lenne, hogyha egy erős önkritikával kezdtem volna. Tehát ő a saját szeretet. Ő a NER-nek nem egy mellékszereplője, hanem az unortodoxiával egy kiszolgálója vagy egy motorja volt, csak ennyit arról, de egyetértünk egyet. Így kerek.
Köszönöm. Akkor ezt a témát most itt lezárjuk, és amivel az adást kezdtük, visszatérünk oda, mert hogy ugye azzal kezdtük, hogy Esztergomban a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülést tart, és a este során olyan 8 óra után egy robbanás rázta meg Esztergom egyik családi házát, semmilyen összefüggés nincs a kihelyezett frakcióülés és a robbanás között, viszont nagyon fontos, már egyre több hír arról szól, hogy egy rendőr meghalt a robbanás során, és 6-7 pedig meg is sérültek közülük. Egyre több információ jelenik meg, én most a Bors oldaláról azt idézem, hogy a lap újságírói úgy tudják, hogy egy körözött bűnöző robbanthatott, és egy tekes lehetett az áldozat. Egyébként ez a dráma nagyjából a délelőtti órákban kezdődött, amikor a férfi elkezdett ezzel a robbantással fenyegetőzni, amit végül is az esti órákban be is váltott. Bizonyos hírek szerint egy gázpalackot robbanthatott föl, és sokan kórházba kerültek. Szintén a Bors információ az, hogy a helyi kórházban minden elérhető dolgozót mozgósítottak és berendeltek a sürgősségi osztályra, és folyamatosak a szirénázások, és jönnek-mennek a mentőautók. Hogy megtudjuk, hogy egy ilyen helyzetben, amikor gyakorlatilag több órán keresztül zajlik egy ilyen párbeszéd az illető között, aki robbantással fenyegetőzött, és a rendőrök között, mi a protokoll, és esetleg ki miben hibázhatott végül, és hogy halálos áldozata is lett ennek a balesetnek, ennek a tragédiának, felhívtuk Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt, akinek ezúton is köszönöm szépen, hogy ilyen hirtelen rendelkezésünk állt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval, hogy ilyenkor mi az eljárás? Nyilván ez egy nagyon kiegyensúlyozatlan helyzet, nem tudhatják a rendőrök, hogy mi van a fenyegetőző közelében, tényleg esetleg ott volt egy gázpalack, amivel ezt a robbantást végül is végrehajthatta. Hogyan kell ilyenkor eljárniuk? Ugye, amikor egy ilyen helyzet kialakul, akkor mindig a lehető legrosszabbra kell készülni. Tehát arra kell készülni alapvetően, hogy igen, fog robbantani, meg kell próbálni lebeszélni róla, de arra kell készülni, hogy fog robbantani, hogy van neki valamilyen eszköze, amelyiket erre felhasználhat, és még azt is jobban jó megbecsülni, hogy viszonylag nagy erejű robbanó szerkezete lehet. Nem biztos, hogy így van, de erre kell készülni. Mit csinál a rendőrség ilyenkor? Ugye körbeviszi, veszi a házat, létrehoz egy ilyen perimétert, egy jó messze a háztól, ahova senkit nem engednek be, és elkezdenek tárgyalni. Ugye ezt tudjuk, hogy tárgyalt is egy illetékes szakember ezzel az emberrel, valószínűleg hosszú órákon keresztül, de hát ezek szerint nem vezetett eredményre. Ugye ez mind megtörténhet, amit én egy kicsit nem értek, és nem is tudom, hogy mi lehet, ezt nem lehetem most megmondani, hogy miért van ennyi áldozat sebesült. Mert ha körbevették a házat jó messzire a háztól, akkor ott ugye a civilek valószínűleg nem voltak. Tehát ezek a sebesültek, ezek a kivonult rendőrök és segítőik, mentősök, tűzoltók, nem tudom, akárkik is voltak. De két eset lehetséges, ugye vagy túl közel mentek, ami hát szakmailag nem jó. Ezt én nem gondolom, én azt gondolom, hogy a tek eléggé felkészült ezekre az esetekre, meg egyébként is, ha én tudom, akkor ők ötször olyan jól tudják nyilvánvalóan. Azt feltételezem, de most tényleg csak spekulálok, és ne tessék felelősségre volni holnap, hogyha nem kiderül, hogy nem így van, hogy lehet, hogy azt gondolták, hogy sikerült lebeszélni őt, és akkor megpróbáltak behatolni a házba, és akkor, mikor meglátta, hogy be akarnak hatolni, akkor robbantott föl, és ezért volt ott a közelben ennyi ember. Más egyelőre nem tudok elképzelni erről, mert azért nem egy atombombát robbantott. Most éppen a Nyugati Fény oldaláról azt idézem, hogy lehet, hogy egy vagy több gázpalackot robbantott föl, és hogy 6 sérültről tud a magyar nemzet. Akkor azt kizárhatjuk, hogy, vagy hát nyilván semmit nem zárhatunk ki, de hogy esetleg hibázott valamiben a rendőrség? Hát én nem szeretem ezt feltételezni a rendőrségről, ez nekem... Az a véleményem a rendőrségről, hogy ilyen helyzetekben nem szokott hibázni általában. Nagyon remélem, láttunk már olyat, ugye volt egy eset, amikor túlbecsülték a lehetőségeiket néhány évvel ezelőtt, mikor egy ilyen
hát fegyverekkel felszerelt öreg urat próbáltak meg, és ott, hogy az egyik rendőr meghalt. De én inkább azt gondolom, hogy nem hibázott, vagy remélem, és feltételezem, hogy nem hibázott. De, ugye miért lehet ennyi ember a közelben? És ezt azt gondolom, hogy az biztos, hogy nem, hogy szórakozásból oda sétáltak, hogy ilyen katasztrófa turizmus csináltak a rendőrök, hogy megnézzék most jó közelről ezt, de ezt biztos nem csinálták. Inkább az lehetett, hogy megpróbálták megostromolni, vagy azt gondolták, hogy megadja magát, és ezért próbáltak meg behatolni, és akkor robbantott. Én ezt látom egyelőre lehetségesnek. Gyarmati Isten, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. További szép estét kívánok, és akkor megyünk tovább azzal kapcsolatban, ami ugye egy ma reggeli hír viszonylag korán a Magyar Nemzet írta meg azt elsőként, hogy az OTP Bank ismeretlen tettes ellen feljelentést tett hamis magánokirat felhasználása miatt. A 99 mozgalom finanszírozási ügyéről van szó, amelyet ugye Karácsony Gergely főpolgármester hívott életre, és hát ugye egy navos nyomozás már zajlott, ehhez csatlakozott ez az OTP bankos feljelentés, aztán hogy nem, az egész jegyzőkönyv az Index szerkesztőségének a birtokába került, úgyhogy egy az egyben lehetett olvasni, hogy az OTP-nek mi lett gyanús ebben a történetben, azt mutatjuk mi is. Szükségünk van a közös ügyeinkben együtt gondolkodó és együtt cselekvő közösségekre. Ilyen rendhagyó időkben rendhagyó közösségekre is. Karácsony Gergely ennek jegyében hívta életre a 99 mozgalmat 2021 májusában. A mozgalom számlájára az adománygyűjtéseken többféle valutában érkezett készpénz, a NAV pedig egy ideje már nyomoz az ügyben. Az OTP pedig most feljelentést tett a mozgalom pénzügyei miatt, erről elsőként a Magyar Nemzet számolt be. A feljelentésről szóló dokumentumot az Index mutatta be, amelyből az derül ki, hogy a 99 mozgalom számlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta, és hogy a pénzügyeket kezelő Perjés Gábor több olyan jegyzőkönyvet adott át az OTP-nek, amely adománygyűjtő ládák felnyitásáról szól. Az OTP nemrég belső vizsgálatot rendelt el, amely egyebek között arra jutott, hogy az adományok alapvetően külföldön élő magyar személyektől érkeztek. A ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el. A bankjegyek többsége, elsősorban az euróbankjegyek, újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak. A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebookon úgy reagált az ügyre, hogy a vak is látja, hogy Karácsonyék egyszerűen lenézik a magyarokat, ha az ilyen ostoba hazugságokhoz továbbra is ragaszkodnak. Majd úgy folytatja, hazudozás helyett inkább álljanak elő a farbával, kifizeti Karácsonyt. Karácsony Gergely az M4.hu Klasszis Klub nevű online beszélgetésén a vádakra úgy reagált, idézem, ez az adománygyűjtés teljes mértékben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt. Az összes létező nyomozóhatóság a NAV-tól a rendőrségen keresztül az ügyészségen át, mindenki azt fogja vizsgálni az elkövetkező hónapokban, és ki fog derülni, hogy mindent a jogszabálynak megfelelően csináltunk. És ugye más irányból reagált Karácsony Gergely a Facebook oldalán is egy posztban, amikor úgy fogalmazott, hogy a közpénz azon luxusából csócsálják a jogszerű adománygyűjtést egy olyan anyaggal, amelyben Karácsony Gergely szerint még az Orbán kormány rendeletének megfelelő adománygyűjtésre használt láda méretét sem találják el, és az időgépet is feltalálták, mert hogy 2 évvel a befizetés után is tudni vélik, hogy milyen állapotúak voltak az akkor befizetett bankjegyek. Egyébként itt Egonék az Egyenes Beszédben erről beszélgettek, és Szakonyi Péter is furcsállotta azt, hogy akkor konkrétan a befizetés után valaki zárolta ezeket a bankjegyeket, vagy félretette, mert hogy pontosan lehetett tudni a számukat. Rengeteg kérdés van ebben az egész sztoriban. Nehéz ezután a rendőr halál után erről beszélgetni, szerintem egy marginális probléma, persze nyilván erről fog szólni, megint csak elterelő hadműveletek elő időszak, csak ha már erről beszélünk, akkor arról is beszéljünk, hogy ma reggel derült ki, szintén a médiából, én onnan tudtam meg, hogy több mint 8 milliárd forintot kapott ismeretlenektől
a Megafon nevű ocsmány hazugsággépezet és a CÖF nevű kormányt támogató zavaros szervezet. Ez ugye a 500 millió és a 8 milliárd között van egy kicsi különbség, nem sok, de néhány milliárdos jelentés, jelen esetben 7,5 milliárd. Tehát érdemes ezeket azért egymás mellett kezelni. De érdemes? Szerintem érdemes, mert azt gondolom, hogy egyik oldalon élnek meg úgy vádak, élik túl, ítélnek velünk most már hónapok óta, a másik oldalon pedig eltűnnek a semmibe azok a tényszerű adatok, hogy mondjuk a magyar kormány a Fidesz győzelme érdekében hány százmilliárdot vagy hány ezer milliárdot költött kifejezetten kommunikáció szempontból, hogyan ragasztotta szerte az országot brüsszeli bombákkal, hogyan építette meg közpénzből, tehát a mi pénzünkből is, akik nem így gondolják, az, hogy az ellenzék háborúpárti, hogyan csinált Márki-Zajból vagy akár Karácsonyból ugye miniferit, tehát a Gyurcsány projektbe mennyi pénzt tölt bele, és ő most is, hogy Gyurcsány Ferenc ott legyen, mint fő gonosza Soros és egyebek mellett. De előttünk. Akkor éppen nem eltanulnia kellene az ellenzéknek az elhomályosító módszereket, és akkor most csak, körbeírtam azt, amivel most kritizálják. Én csináltam néhány kampányt, a kampány pénzbe kerül, ezt azért tudni kell. Transzparensen, ugye én nem tudom, hogy mi történt. Furcsa nekem, hogy a Magyarország legnagyobb bankja megjelenik a képben ilyen formán. Ugye tényleg egyetértek Szakonyival, hogy a fenébe tudják ezt most, hogy milyen bankjegyek, hogy hogyan, hát nincs erre felhatalmazásuk, hogy ilyeneket fölírnak, hozzáteszem. Én nem tudom, hogy mi történt, de egy ilyen doboz, hogyha valaki a saját szándékával akar belerakni egy nagy kötek pénzt, akár ő maga föl is nyithat és belehelyezheti. Tehát én nem tudom, hogy mi történt, fogalmam sincs. Azt kell mondanom, hogy persze jó, ha tisztán látunk ezekben a kérdésekben, de nem hiszem azt, hogy ez lenne a legnagyobb probléma. Számomra sokkal nagyobb probléma az, hogyha a saját pénzemből folytatnak pártpolitikai érdekekbe üzemeltetnek hazugsággyárat, mint az, hogy valaki egy párt vagy egy szövetség, egy szervezet külföldi magyarok pénzéből csinál kampányt. Sokkal nagyobb probléma. Én azért azt hiszem 95%-ban vagy 99%-ban egyetértek azzal, amit Gábor mond. Igen, talán így a legtalálóbb. Egy dolgot én sem tartok jó iránynak, hogy ne kezeljük együtt a kettő problémát, egyszerűen ne rakjuk mérlegre. Induljunk ki abból, hogy egyébként, amit Karácsony Gergely is állított, így van, és tényleg minden jogszerűen történt, és a magyar jelenlegi jogszabályoknak megfelelően történtek ezek a gyűjtések. A teljesen másik kérdés az pedig, ami te hangzott nagyon helyesen részletesen, hogy a Fidesz az egyébként hogyan tekinti a magyar államkasszát pártkampánykasszának, és ugye ezt sokszor kerülgetjük ezt a kérdéskört, de hogy ez is azt mutatja, hogy a magyar állam az valójában egy pártállam funkcionálisan, hiszen a Fidesz párt körül szerveződő állami apparátus az, ami ilyen szempontból összemossa azt, hogy kormányzati kommunikáció, állami kommunikáció, Fidesz kormány, de Fidesz párt kommunikáció, egyébként CÖF, mert civil az teljesen független, bár a CÖF osztja a civileknek a támogatásokat, de az tök független, tehát hogy ezer hangszeren játszik, minden arról szól, hogy kirabolja a magyar államkasszát, annak egy jelentős részét a fideszes elitnek, tulajdonképpen Orbán Viktor családjának és baráti körének a zsebébe tömi, a maradékát pedig egy hazugságnak, egy fiktív valóságnak az elültetésére költi el pártkampányként. Ezt ne tegyük mérlegre azzal, hogy remélhetőleg Karácsony Gergely gyűjtése az tényleg teljesen jogszerű volt. Én ebben bízom. Én egy kicsit még hatás alatt vagyok az előzőnek, az esztergomi romantás kapcsán. Szerintem annyit azért hadd mondjunk, hogy őszinte részt vettem az áldozat családjának, és gyors feléplést kívánunk a sérülteknek. Ami pedig ezt ügyet érinti, valóban szerintem nehéz ezután erről beszélni. Én is 95-99%-ban egyetértek azzal, ami elhangzott, de csak eszem jutott, hogy a mai első témánk az arról szólt, hogy a Fidesznek van egy frakció találkozó, és ott, hogyha már nem került itt szóba, de hírebe benne volt, hogy azért, hogy a NATO bővítést a svédeknek sikerüljön nem támogatniuk, azt hiszem így kell megfogalmazni, ezért levetítettek egy filmet ott a frakció tagjának, ami arról szól, hogy a svédek szerint Magyarországon nem teljesen működik a jogállam. Hát ez a 19-es film, ami most az indok arra, hogy... Igen, és ezt sérelmezik a fideszes kollégák. Hát csak az ennek a hétnek a híreit most egyet hagyj keverjek ide, ugye, hogy egy fideszes polgármester megpróbál megkenni egy másik jelöltet, hogy az ne indulj, vagy induljon, ugye, és ezért mondjuk azért sikerült lemondani. Ez biztos, hogy nem egy jogállami demokratikus dolog, de ez a konkrét ügy, amiről én annyit tudok, amit a sajtóban hallok, és önöktől hallok. Ennek kapcsán bizonyosan az, hogy egy elvileg magáncég, egy bank
egy bank politikai aktorként kezd itt viselkedni, hogy egy 2 évvel ezelőtti ügyben ő politikai aktorként lép föl, és hadd keverjek ide valamit, ami az én fejemben összetartozik, hogy ugyanez a bankról van szó, ugyanez az OTP bank, amely pedig egy másik oldalról pedig kvázi a magyar állam szállt be, amikor a ukránok helyesen vagy nem helyesen, de egy szankciós listára tették, akkor egy magánbank érdekében egy külügyminiszter szólalt meg, mint hogy ezt a kölcsönt, ezt a tartozást most ezzel a feljelentést adná vissza az OTP, és hogy a jogállamnak a kiváló működésre egy harmadik példát mondjak, hogy ez a feljelentésnek az elvileg titkos anyaga, mert ez egy folyamatban lévő ügy, az pedig egy propaganda felületen megjelenik, szóval ez a 3 hír, ami ezen a héten van, szerintem azt mutatja, hogy ez bizonyosan Magyarországon a jogállam nem nagyon jól működik, és ez képest, hogy a 30 centérmes ládának mekkora nyílása tetején, ezt egy marginális dolognak gondolom. Jó, hát ugye ez egy szimbóluma ennek a történetnek, azért attól még ezekre a kérdésekre nyilván választ kell adni. Persze. Benne fölment egy újabb kérdés, ha most eljátszunk azzal a gondolattal, hogy Horn Gábornak újra az a szép kihívás jelentő feladata lenne, hogy az ellenzék számára mondjuk egy kampányban finanszírozást biztosítson a jelenlegi körülmények között, akkor ezt hogy lehetne megoldani? Hát nagyon nehéz kihívás, és az, hogy ebbe a határon túl... Figyelnek az urak, határon, úgy látom, hogy lehetne. Az, hogy ma már inkább a határon túli magyarság elkötelezett pénzembereit lehet bevonni, mint itthon, mert itthon egy vállalkozó nem meri közvetlenül támogatni, még úgy se, hogy nem kell, hogy a neve megjelenjen, mert ha ő lebukik, akkor nem fog kapni munkát. Tehát ez az, amiről már beszéltünk, hogy ez a teljes kiszolgáltatottság, amiben mindannyian vagyunk, hogy tulajdonképpen abban vagyunk érdekeltek, hogy valamilyen módon a fideszes politikai elittel kapcsolatot tartsunk, mert ekkor tudunk vállalkozóként, iskolaigazgatóként, egészségügyi intézményvezetőként és akár pártként működőképesek lenni. Ez borzasztó helyzeteket teremt. Jó, ezért mondom, hogy ebből akár következhet az is, hogy egy civil szervezetet, ugye szokták itt Sorost említeni, fogalmam sincs, hogy volt ez az egész, de Soros György magyar állampolgár. Nem lehet a magyar állampolgárságot csak úgy elveszíteni, Soros magyar állampolgár, miért támogathatna egy civil szervezetet. De ebből lett utána a vizsgálóbizottság a parlamentben azokkal a vádakra, igen, de ezek, hogy ugye, kívülről mind, akarják igen, megdönteni. De ebből mind kiderült, hogy ezek nem igazak. Tehát itt is arról van szó, hogy valószínűleg a Karácsonynak igaza van, hogy ez a történet jogszerű. Én egyébként ebben nem értünk egyet, a 99% 1%. Szerintem egymás mellé kell ezeket a dolgokat tenni. Igenis, egymás mellé kell tenni. Az egyik oldalon van 1000 milliárdos nagyságrendű közpénznek a felhasználása annak érdekében, hogy a Fidesz 2/3 nyerjen, az elsőt kiveszem ebből, mert az egy másik történet, de a többinek közvetlenül ahhoz van köze, hogy elcsalták a választást. Én ezt választási csalásnak gondolom. Ha valaki közpénzből, állami költségvetésből 100 milliárdokat köt az arra, hogy hazugságokkal traktálja nem csak a sajátjait, hanem a bizonytalan szavazókat is, ezt én választási csalásnak gondolom. Igenis, egymás mellé kell tenni azt a fajta dolgot, hogyha valakinek problémája van azzal, hogy most akkor honnan kapta ez a 99 a pénzét, kérdezze meg, nyilván erre lehet válaszokat kapni, de az, hogy ezzel foglalkozik, másokkal meg nem foglalkozik ugyanez az ügyészség, tehát elegánsan veti le magáról, most már a bíróság is azt a kérdést, ez is mai hír, hogy Orbán Viktor a magáncélokra használt egy repülőgépet, sok 10 milliós nagyságrendű kárt okozva ezzel mindannyiunknak, mert ő meglátogatta a lányát, fiát, nem tudom én kit, Pizzába. Ezek ugyanazok a történetek, és azt gondolom, hogy célszerű egymás mellé tenni, mert nem lehet azt mondani, hogy ti bűnösök vagytok, mert hát ugye itt van ez az 500 millió, hogy került bele a vastag köteg a ládába, mondtam erre már ötleteket, hogy tud belekerülni, a másik oldalon pedig azt mondjuk, hogy hát ugye ti pedig ezt csinálgatjátok, és akkor aztán majd meglátjuk, hogy mi a vége. Tehát azt gondolom, hogy igenis feladatunk fölmutatni azt, hogy itt van egy teljesen elfogadhatatlan, tényleg virtuális világot építő hazugsággyár, közpénzből, és vannak próbálkozások ebben a borzasztó nehéz helyzetben, hogy valahogy meg lehessen szólalni. És én ezt értem, ezeket a próbálkozásokat, nem tudom, hogy mi történt, itt fogalmam sincs. Témát váltunk, méghozzá oktatásra, egyetemi világra váltunk most, a nap idézete következik, mert hogy interjút készített az Index, ha jól emlékszem, Palkovics Lászlóval, ugye korábbi innovációs miniszterrel, és sok-sok téma mellett felmerült az egyetemi kuratóriumok, a modellváltások kérdése is, és hát Palkovics László a közepébe vágott, és úgy fogalmazott, hogy megelőzi a riporter kérdését, és válaszol
Orbántól, és arra, bocsánat, a Telex interjúja volt, azzal kapcsolatban, hogy mit gondol arról, hogy akkor a kuratóriumokba kiküldhessenek be, és kik nem, és úgy fogalmaz, hogy tudom, hogy most az következik, hogy a politika rátelepszik a kuratóriumokra, a Fidesz káderekkel tölti fel a helyeket. Én erre azt tudom mondani, hogy ha bölcs, ilyet semmiképp nem tesz, mármint a politika. Hát jó napot kívánok, én ezt tudom erre mondani, tehát hogy Palkovics szájából ez legalább annyira hiteles, mint az előbb említett jegybankelnöknek a szájából a kritika. Hát jó napot kívánok, hogyha ilyen jól tudja, akkor ő ennek megint csak egy motorja volt. Ne felejtsük, ez ugyanaz az ember, aki mondjuk a CEU-t elüldözte innen hazánkból, és sok más bűnét tudom mondani. Tehát ha ezt ilyen tisztán látja, vagy akkor ezt nem látja olyan jól. És elnézést, megint visszahozom ide az első témát, a Fidesz frakciülését, ahol felsoroltuk, hogy milyen témák hangoznak el, vagy milyen módon próbálják tematizálni majd az ősz évadot. Az egyik az, hogy ők megint milyen családbarátok. Egyébként ugye volt is egy demográfiai csúcs talán múlt héten valamikor, én egyébként pont a repülőtérre láttam azt, hogy az egész repülőteret kitapétázták mindenféle nyelveken, hogy ez egy családbarát ország, egy családbarát kormány. A családbaráthoz az is hozzátartozik, hogy egyetemista gyermekeink elmehessenek külföld Erasmusra, és ez bizony, ez a dolog, és ez az ember személyesen is veszélybe sodorta, sőt, most éppen nem is működhet. Ez önmagában szerintem a családbarát kormánynak az ellentét, amit tesznek, mert igenis egy egyetemistának fontos élmény az, hogy elmehessen valamennyi időre külföldre, és láthassa, hogy Semmi vitája nincs ebben Vajda Zoltánnak Palkovics Lászlóval, mert ugye rákérdeztek erre is ebben az interjúban, hogy akkor mikor lesz megállapodás az Unióval úgy általában meg Erasmus ügyben, és úgy fogalmazott, hogy tuti lesz, nem így mondta, meg fogunk állapodni, ez nem is kérdés. Viszont addig megegyezhetünk abban, hogy maradjon az Erasmus és a Horizont, és úgy, hogy mi finanszírozzuk, mert hogy konkrétan mi mindannyian, mert hogy közpénzből, és az EU nem bélyegzi meg a magyar egyetemeket. Tehát, hogy abszolút érzékeli a fontosságát ennek. Nem vagyok oktatáspolitikus, de amennyit tudok az Erasmusról, ez nem csak egy finanszírozás kérdés, nem csak egy kifinanszírozza, hanem ezek megállapodásokról van szó, szóval egyetemek közötti megállapodások. Mondom, nem vagyok ennek teljesen szakértője, de nem csak az a kérdés, hogy ki fizeti ezt, hanem hogy vajon tudnak ilyen megállapodások lenni, és ha jól értelmezem, kiesünk ebből a körből, és azok az egyetemisták, akik el szeretnek menni, most emiatt az ember miatt, és emiatt a kormány miatt lehet, hogy nem fognak tudni elmenni. Borzasztó. Külön az a szép, hogy Palkovics volt a felsőoktatásért felelős államtitkár, aztán miniszter, amikor ezek az átalakítások folytak. Tehát ő maga egyébként emlékeim szerint valamelyik kuratórium tagja volt akkor, és nem emlékszem arra, hogy visszautasította volna a kuratórium tagságot azon a címen, hogy nem értek egyet az, hogy politikusok ülnek be. Ráadásul itt félreértésnek nem csak a kuratórium tagságról van szó. Itt arról van szó, hogy állami vagyonok 1000 milliárdos mértékben, nem is 1000 milliárdos, kerültek ki magánkezekbe. Hogyha ezek nem politikusok, akkor is magánkezekbe kerültek, a mi közös vagyonunk. Tehát bárki bármit mond, hiába cserélik le most a rosszarcú politikusok helyett jóarcú vállalkozókra, fideszes vállalkozókra természetesen a kuratóriumi tagságokat, amik most a jóarcúak vagy nem, ezt majd eldönti mindenki maga, de hiába ettől még a tény-tény marad, hogy kiszerveznek állami vagyont az állami felügyelet alól magánkezekbe. Ez a lehető leggusztustalanabb lopás minden tisztességes ország. Az alapítványi egyetem az arról szól, hogy egy magánember a saját pénzéből donorként létrehoz valamit, beleteszi, ezek mit tettek bele ezek a kuratóriumit, akik életük végéig tehetik azt, amit tehetnek, urai mindennek, hogy lesz-e genderképzés, milyen szakok lesznek, ki a rektor, sorolhatom tovább a példákat. Miről beszélünk itt? Nem a kuratóriumi tagokról van pusztán szó, hanem az állami vagyon elrablásáról. Erről kell beszélni. Egyértelmű, és nagyon egyetértek, most 100%-ban ebben. Viszont annyiban kiegészíteném, hogy ugye emlékszünk arra, amikor egy világítási tender után nem tudtuk az EU-nak bizonyítani, hogy mire lett elköltve a pénz, és akkor is azt mondtuk, hogy akkor majd inkább kifizetjük a kasszából. Tehát, hogy amikor ezt mondjuk, hogy akkor majd mi kifizetjük, akkor ugye minden néző legyen azzal tisztában, hogy ezt mi adóforintjainkból álljuk, ahelyett, hogy az EU közös kasszájából egy jogszerű eljáráson keresztül nekünk ez járna. Csak ha jogszerűtlen, jogállamiságot nélkülöző a rendszer, akkor már félnek ide önteni további pénzeket, mert ilyen módon az ő kis társaságuknak a zsebébe landol, és nem ott, ahol kellene. Hát csak más kérdés az, hogy ez pusztán pénz kérdése, hogy akkor, ha nem az uniós, akkor a saját pénzünkből belerakjuk, vagy ez ennél jóval többről szól, együttműködésekről, amelyeket feltételez az unióval való. Hogy ez nem csak pénzről van szó, megállapodásokról van szó. Nem csak megállapodásokról, hanem hogy tagja vagyok egy közösségnek, vagy nem vagyok tagja ennek a közösségnek. Megfinanszírozhatom én a haveromnak, vagy bárkinek, hogy ő részt vegyen valamiben. Ettől még nem a közösség tagja. Itt közös kutatás.
kutatásokról, közös gondolkodások, egyetemközi együttműködésekről van szó, nem arról van szó, hogy valaki kifizeti az ösztöndíját egy diáknak vagy egy kutatónak, ez egész másról szól a történet, ez maga az Európai Unió, ahonnan éppen ki akarunk iratkozni ezeknek a lépéseknek az alapján. Már pénzen se lehet belépőt venni. Igen, nehéz. Amíg szabad én mondatot, egy olyan Európai Unió, amelynek mi jogilag tagjai vagyunk, és nem is gondolom, hogy jogilag nem leszünk a tagjai, de kiszorulunk a döntéshozatalból, nem érkeznek az uniós források, és például már a gyerekeink sem biztos, hogy utazhatnak egy nagyon fontos uniós vívmány jóvoltából. Borzasztóan jutottunk. Egyetlen mondat ehhez csak, hogy egyébként emiatt lesz fontos a jövő évi Európa parlamenti választás, hogy Moszkva trójai faluvát erősítjük tovább az Európai Unión belül, ami belülről bomlasztja azt, ilyen módon, ahogy a magyar kormány, vagy más erőknek adunk bizalmat, és másra bízzuk a magyarországi képviseletet. Így. Köszönöm szépen a kommentárokat, önöknek pedig a figyelmet. Most egyrésztről szeretném figyelmükbe ajánlani a holnap is tartott és a híradót, mert hogy az esztergomi tragédiával, amiben ugye egy robbantás következtében meghalt egy rendőr, és többen megsebesültek. Minél több friss fejleményt fogunk elmondani a híradóban, illetve a Startban is fogunk vele foglalkozni. És egyébként a Startban 7:30 holnap reggel Vona Gábor is majd a vendégünk lesz, illetve Gyöngyösi Márton, de foglalkozni fogunk ezzel a friss inflációs adattal is, illetve az új Covid variánsokkal is, és hogyha mindezek után valaki egy kicsit könnyebb témára is vágyik ma este, neki pedig Horváth Oszkár műsorát ajánlom figyelmébe, az élőben jó fej vendége ma este majd Fenyő Iván lesz, és egy reklám után rögvest kezdődik itt az ATV, maradjanak a szép estét.